Sziasztok, Szénégető Rihárd vagyok, üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai videóban Sausitz Attila a Terror Sodra című könyvét fogjuk egy picit elemezgetni és beszélgetni róla. Sausitz Attila 1983-ban ment ki Nyugat-Berlinbe, és azóta is ott él. És több érdekes könyvvel is megörvendeztetett minket már az évek alatt. Az előző könyvét, a Kalandozás a szexualitásban című könyvet olvastam is. Elég megdöbbentő és érdekes tanulságos olvasmány volt. És az a helyzet, hogy a Terror Sodra, ugye ami az RAF-ről, a Vörös Hadsereg frakcióról és ennek cselekedeteiről szól, ugye 1968 után a európai német, főleg inkább a német terrorizmusról és diák lázdásokról szól. Hát önmagában is ez egy olyan olvasmány lenne, amin azért az ember elég erőteljesen elgondolkodik, de azok után, hogy az elmúlt mondjuk fél évtizedben elég durva a terrortámadások történtek Európa szerte, oké, hogy a kettő között nem feltétlen lehet párhuzamot vonni, bár azért valahol mégis. Így ennek fényében aztán végképp olyan olvasmány a Terror Sodra, ami tényleg elgondolkodhatja az embert arról, hogy hova is tart ez a világ. Azért is érdekes ez, mert hogy nem egy száraz tény irodalomról beszélünk, egy ilyen adatokat felsoroló gyűjteményről, hanem ugye a Sausitz Attilától jól megszokott stílusban, regényesen, de mégis a tények talaján maradva megírva az egész sztorit, pici magyar vonatkozással is. Igazából először, amikor elkezdtem olvasni a könyvet, nem nagyon tudtam mit kezdeni vele, illetve nem nagyon tudtam, hogy mire is számítsak tőle. Annak ellenére sem, hogy mivel az előző könyvet olvastam, tudtam, hogy élvezetes stílusban ír, de valahogy egy picit nekem ez nehezen indult. Lehet, hogy azért, mert magától a témától idegenkedtem jelen helyzetben, és éppen ezért úgy voltam vele egy kicsit, hogy lehet, hogy nekem ez most sok lesz. Viszont valamiért, amikor picit félretettem, akkor úgy elkezdett motoszkálni a fejemben, hogy á, de azért el kéne olvasni, olvassuk el, nézzük meg. Tényleg, hát, na, mégiscsak azért valami aktuális téma, annak ellenére, hogy egyáltalán nem aktuális téma, de valahogy mondom, azért kiérezhetőek benne ezek a modern párhuzamok. És ugye, ami nagyon fontos, hogy ezek a fiatalok, akik a háborúba sodródott vietnámiakkal szolidarítanak, úgymond, ahogy a könyv fülszövege is mondja, kicsit valahogy a mi fiatalságunkra emlékeztetett, hogy mi is, ugye mikor átértük szeptember 11-et, az afgán és az iraki háborút, hogy valahogy bennünk is motoszkált ez, hogy ez így rendben van. Na most pontosan ezért van az, hogy talán az én generációmnak is ez egy olyan olvasmány lehet, mint ugye annak a generációnak, aki akkoriban élt, amikor ugye ezek élesben történtek. Ez egy olyan olvasmány lehet, ami úgy ténylegesen elgondolkodhatja az embert, és talán pont ezért jó elolvasni, hogy esetleg az utánunk jövő generációnak felhívjuk rá a figyelmét, hogy figyelj ide, ilyet ne akarjatok még egyszer. És valamiért az idegenkedés is elmúlt aztán, és átvette a helyét egyfajta kíváncsiság, ami miatt azt mondom, hogy nagyon jó, hogy ezt a könyvet a kezembe vehettem és elolvashattam, és nagyon jó, hogy elgondolkodhattam rajta, hogy én mondjuk tudok-e valamit tenni az ellen, hogy a jövőben ne történjenek ilyenek. Szóval tanulságos olvasmány, hanem éppen azért, mert hogy rettentően jó megfogalmazással, megírással találkozunk, és mert maga a téma is olyan, ami mint mondtam, valamilyen szinten átélhettük mi is. Tehát Terror Sodra abszolút ajánlott olvasmány, nem könnyű, nem rövid, nem is feltétlenül fogod mindig azt érezni, hogy hú, olvasni akarom, de ha elolvastad, garantáltan elgondolkozol rajta egy jó darabig. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot rá, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, ha pedig támogatni szeretnétek a csatornát, a leírásban szereplő módokon megtehetitek. Köszönöm szépen, sziasztok!